Magyarországnak mégsem kell működnie. Helyette inkább meg kell védeni a polgárok életét és az egészségügyi dolgozók biztonságát. Így döntött több hetes halogatás után a kormány. Orbán Viktor miniszterelnök Facebook videójában először ismerte el, hogy ha továbbra is ilyen ütemben nő a fertőzöttek száma, akkor a kórházi rendszer rövid időn belül össze fog roppanni. Ennek elkerülésére pedig újabb szigorításokat kell bevezetni. Este 8 óra és hajnal 5 óra között kiárási tilalom lesz. Kedélyféltől nem nyithatnak ki a színházak, múzeumok, konditermek és úszadák sem, az éttermek pedig csak házhosszállításra főzhetnek. Gyülekezni, rendezvényeket tartani szigorúan tilos, családi eseményen 10, temetésen 50 nem vehetnek részt. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött még megtartják, az amatőrmeccseket viszont le kell fújni. A korlátozások az oktatást is érintik. A felsőoktatás csak online formában működhet, és a kollégiumokat, a felsőoktatási kollégiumokat is be kell zárni. A középiskolákban 8. osztály fölött digitális oktatás lép életbe. A boltok is a szolgáltatók, például a fodrászok hétig lehetnek nyitva. A szállodákban csak üzletembereket lehet fogadni. A Magyar Szállodák is Éttermek Szövetségének elnöke az euronews elmondta, bár a kormány az elkövetkezendő 30 napban megtéríti a lefoglalt szobák árának 80%-át, ez nem valódi segítség, hiszen a legtöbb turista már rég lemondta az utazását. A vendéglátósok valamivel jobban jártak, hiszen nekik egy hónapig nem kell járulékot fizetniük, és az alkalmazottak után 50%-os bértámogatást is kapnak. Orbán Viktor szerint azért volt szükség a szigorításokra, hogy a kórházi dolgozók egy kicsit fellélegezhessenek. A kormányfő egy korábbi rádióinterjúban arról beszélt, hogy december közepére 4480 intenzív ágyra, és az ehhez szükséges személyzetre lesz szükség. Végletekig el vannak fáradva. A Magyar Orvosok Szakszervezetének alelnöke szerint viszont ez még az átvezénylésekkel sem oldható meg. Már most jelenleg vannak olyan kórházok, úgymond ilyen kis bergamók, ahol azért már, már most is elég rossz a helyzet. 4000 darab intenzíves ágy ellátására, biztonságos ellátására, biztos, hogy nincsen elegendő szakszemélyzet Magyarországon. Kettől pedig az Emberi Erőforrások Miniszterének döntése alapján szinte minden magyar kórház járvány kórházzá alakul át, és felfüggesztik a halaszthatónak ítélt műtéteket.